A keleti csoportban legutóbb második helyen végző Békés 3 ponttal nyerte az első negyedet a 14 élvonalbeli szezon után másodosztályú meccset játszó házigazda ellen. A második 10 perc 6 ponttal a két cápáké lett, akik így 3 pontos vezetéssel vágtak neki a harmadik negyednek, amelyet 1 ponttal fazekasék nyertek. A folytatásban többször is egyenlő volt az állás, de a hajrá a nyíregyháziaknak sikerült jobban, akik végül 5 pontos győzelemmel kezdték a bajnokságot. A végén védekezést váltottunk, ugye átmentünk zóna védekezésbe, ez kicsit megzavart az ellenfelet, abból tudtunk egy-két könnyű kosarat dobni, és ez döntött a végén. A vendégek edzője szerint csapata sok hibával játszott, így nem is születhetett más, csak nyíregyházi győzelem. Olyan szakasz nem volt a mérkőzés, amikor úgy éreztem volna, hogy sikerül akkor előnyre szertennünk, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük. Ráadásul nagyon sokat hibáztunk, tehát annyi 100%-os helyzetet hagytunk ki, hogy ennyit büntetlenül nem lehet egy mérkőzésen kihagyni. A nyíregyháziak amerikai légiósa Emani Gant 16 ponttal és 10 lepattanóval mutatkozott be új csapatában. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Még mindenképpen szeretnék javulni, mert sokat hibáztam. Szeretném a csapatot sok győzelemhez segíteni. A kék cápák a következő fordulóban a korábbi nyíregyházi edző Ferenci Tamás által irányított és több volt nyíregyházi játékos foglalkoztató Debrecen otthonában lépnek pályára.